egyszer megpróbálom ezt így megsemmisíteni. Ilyen kísérleteket is láthatott az a rengeteg fiatal, akik ma részt vettek a Nyíregyházi Főiskola Kutatók Éjszakája elnevezésű programján. A kezdeményezéssel országszerte a tudományokat népszerűsítik. Általában az oktatásban inkább az elmélet kerül előtérbe, és a diákok ettől olyan távolinak érzik az egészet szerintem. Kerekes Benedek, a tudományos tanács elnöke a megnyitón elmondta, igazán fontos, hogy az új tudományos értékeket és eredményeket megismertessék a fiatalokkal. A kutatók éjszakája az egy ilyen lazább, közvetlen stílusban, interaktív játékokkal, bemutatókkal ötvözve, mint ahogy ugye látják, ismerik a programból, rendkívül széles. Minden évben ugye a látványos fizikai kísérletek, kémiai előadások szerepelnek a program élén, ezen kívül itt a Műszaki és Agrártudományi Kar intézetbe a meglévő laboratóriumi infrastruktúrából megpróbáljuk bemutatni a mi tudományos eredményeinket ezek segítségével. A Nyíregyházi Főiskola a természettudományos szakjait is népszerűsíti ezzel a programsorozattal, és a leendő hallgatóknak mutatják meg, hogy mennyire érdekes tud lenni a természettudomány. Megtekinthetik, hogy a füstölő, robbanó, elegyedő színes folyadékok mögött ott van a tudományos magyarázat is. Miközben egyre több olyan eszköz, mondjam azt, hogy kütyű, szlengel vesz körül bennünket, amelyben ott vannak a tudománynak az eredményei. Tehát állandóan ott van a zsebünkben. Nézzük, hallgatjuk, belebámulunk, és sorolhatnám tovább, és igazából nem tudjuk, hogy emögött milyen tudományos eredmények vannak. Sőt, ennek a hétnek a egyik híre, nem tudom, hogy a médiában mennyire jelent meg, az, hogy a felmérések azt mutatják, hogy az igazi tudományos ismeretterjesztő, tehát nem az áltudományos és nem a, bocsánat, hogy ezt kell mondjam, nem a gagyi, hanem az igazi tudományos ismeretterjesztő műsoroknak az aránya csökkenőben van. Az előadásokon kívül a gyerekek a valódi életben használt eszközöket, új műszaki eljárásokat kipróbálhatták, és játékos formában megismerhették a működésük hátterét is.